Üdvözlök mindenkit az Access Point Kft. Első online webináriának alkalmával, amit köszönjük szépen az RF Elements-nek, hogy technikai segítséget nyújtott, hogy ez létrejöhessen. Minden mikrofon le van halkítva, úgyhogy én sajnos nem fogok hallani semmilyen közbeszólást. Kérdéseket nyugodtan lehet feltenni a cseten keresztül. Ezeknek a válaszait majd az előadás végén fogom megválaszolni. Be is mutatkoznék rögtön az elején, Szántai Péter vagyok az Access Point Kft-től, valószínűleg többen ismertek már, mikrotik oktatásokkal, illetve egyéb technikai segítségekkel kapcsolatban már lehet, hogy találkoztunk. Én fogom tartani ezt a webinárt, aminek a témája a RF Elements gyártónak a Horn antennái, illetve ezzel kapcsolatban a Twistport adapterek. Kezdjük először a gyártóval, valószínűleg már ismeritek őket, az RF Elements itt van Szlovákiában, szomszédunkban, Európán belüliek. 2010-ben alapították a céget, a mai nappal már több mint 70 dolgozójuk van. A központjuk még mindig itt van Szlovákiában, maga a gyártás az félig Kínában található. Például a Twistport eszközöknek az összeszerelése viszont a mai napig még itt van Európában, Szlovákiában, a Humini nevű városban. Tehát maga az összeszerelés az Európában folyik, ezzel is biztosítva az eszközöknek a minőségét, illetve a gyors szállíthatóságot Európán belül. Magának a cégnek a fókuszában mindig is az innováció volt, nagyon sok okosságot találtak ki, különböző gyártóknak az eszközeihez szállítottak különböző adaptereket, felfogatásokat, illetve természetesen a legnagyobb részben az antenna gyártás volt, ami a fő fókuszukban volt. És hát ezzel kapcsolatban az innovációnak és az antenna technológiának a összekapcsolódásából születtek meg a szimmetrikus Horn antennák. Őszinte leszek, nem is nagyon ismerek más gyártót, aki belefogott volna ennek a technológiának a gyártásába vagy forgalmazásába. Biztos, hogy vannak ilyen gyártók, de Európában szerintem nem sok ilyen termék található. Maga ez a szimmetrikus Horn antenna valószínűleg egy kicsit eltérő hozzáállást kíván, ezért is próbáltunk egy ilyen webinárral segíteni, hogy kicsit könnyebben megértsétek ennek a működését, ennek a felhasználási lehetőségeit. Egy kicsit el kell vonatkoztatni az eddigi szektorantennás felfogástól. Kezdjük is rögtön az elején. Hasonlítsuk egy kicsit össze a jól megszokott hagyományos szektorantennákat, illetve ezeket a szimmetrikus Horn antennákat. De nagyon szép animáción is látszik, amit mi is tudunk. Szektorantennára gondol az ember, rögtön az jut eszébe, hogy ó igen, 90-120 fokos nyílásszög, körülbelül ezek a piacon kapható szektorantennák, és tudjuk azt is, hogy ez a 90-120 fok, ez ugye a horizontális síkon kell nézni ezt a nyílásszöget. A másik, tehát a vertikális nyílásszöge ezeknek az antennáknak jóval kisebb, jóval keskenyebb. A szimmetrikus Horn antennák ezzel szemben egy teljesen más technológiára alapulnak, így a sugárzása is teljesen máshogy néz ki. Szimmetrikus a nevében is benne van, mindkét metszet mentén ugyanolyan nyílásszöggel rendelkezik. A leginkább ugye egy ilyen elemlámpához lehet hasonlítani a sugárzását, mindkét metszet alapján ugyanolyan nyílásszögű van. Tehát egy 30 fokos szimmetrikus Horn antenna, a vertikális és horizontális metszeten belül is 30 fokos nyílásszöggel rendelkezik. Ennek megveszek majd a saját előnyei. Az első előnye, amit rögtön kiemelnék, az az, hogy mivel szimmetrikus a sugárzás, mindkét metszet szerint egyforma lesz a kisugázott jelnek a teljesítménye. Ezzel gyakorlatilag egy
teljesen más lefedettséget lehet létrehozni, mint a hagyományos szektorantennákkal. Úgyhogy hagyományos szektorantennát felhelyezünk egy magas pontra, ugye tipikusan valamilyen épületnek a tetejére, vagy valamilyen toronynak a tetejére, akkor a sugárzási karakterisztikájából adódóan elkerülhetetlenül lesz egy nullzónánk. Ez a nullzóna ugye a toronyhoz közel eső rész, ahova nem fog jutni jel. Ez ugye abból adódik, hogy vertikálisan kicsi a nyílásszöge az antennának, tehát közvetlenül a torony előtt lesz egy olyan terület, ahova kevés energia jut. A szimmetrikus holdantennáknál ezzel szemben nincs ilyen nullzóna, vagy legalábbis sokkal kisebb ez a nullzóna. Közvetlenül szinte az oszlop aljánál már jelentkezik a teljesítmény, és így, ahogy az ábrán is látható, nem egy kört tudunk lefedni, ami ugye az oszlopunktól egy picit távolabb helyezkedik el, hanem kicsit inkább ilyen csepp alakot kell elképzelni, ebben lesz tökéletes a jelszint. Nem lesz gond a közeli kliensekkel, hogy a hagyományos szektorantennák esetében ezzel probléma lehet, hogy a közeli klienseknek nem lesz jó a jelszintjük, hiába vannak akár 10-20 méterre csak a bázistól. Tehát ez az első előny, ami a szimmetrikus hornantennáknak a karakterisztikájából adódik. A következő előnye ennek a technológiának az az, hogy frekvencia független ez a sugárzási minta, amit ezek a hornantennák tudnak nyújtani. Az ábrán is látszik, szinte ugyanaz a sugárzás, akkor is, hogyha az 5 GHz-nek az aljánál tartunk, és akkor is, hogyha az 5 GHz tetejénél, igazából alig van különbség. Ezzel szemben, ugye a hagyományos szektorantennáknál, hát gyártás technológiától, illetve ártól függően, az olcsóbb antennáknál mindenképpen igaz az, hogy nagyon nagy különbség van az alacsony frekvencia, az 5 GHz-es tartományon belül maradva, ugye, de az alacsonyabb frekvenciáknál, illetve a magasabb frekvenciáknál. Ahogy közelítünk a 6 GHz felé, 5 GHz tetejénél, ott egyre szűkül maga a, ugye a horizontálisan nézett nyílásszögünk, egyre több ilyen side lobe keletkezik, és egyre nagyobb lesz a vertikális nyílásszöge az antennának. Ez ugye azért okozhat problémát, mert telepítéskor kiválasztok egy aktuálisan legjobb frekvenciát, mondjuk az 5 GHz aljáról 5200 valahány MHz-es frekvenciát. Ehhez állítom be az antennámat, majd például az interferencia miatt, bármi miatt csatornát kell váltanom. Ebben az esetben, ha mondjuk átváltok egy 5800 valahányos MHz-es frekvenciára, akkor korán sem biztos, hogy ugyanazt a képet fogja mutatni az antenna karakterisztika, tehát korán sem biztos, hogy ugyanazokat a jelszinteket fogom mérni az antennán. Ezzel szemben a szimmetrikus hornantennák, mivel szinte ugyanazt a képet mutatják minden frekvencián, teljesen mindegy, hogy az 5 GHz-es sávon belül melyik frekvenciát választom ki, szinte ugyanazt az eredményt fogom kapni. A másik előnye a technológiának az az, hogy ez a nyeresség ez nem csak hogy frekvencia független, úgymond, hanem polarizáció független is. Talán mindenki találkozott már azzal a tulajdonságával a klasszikus hagyományos szektorantennáknak, hogy valahogy valamiért az egyik polarizáció mindig egy picit gyengébb, mint a másik. Általában a vertikális polarizáció az egy picit erősebb, mint a horizontális. 1-2 decibel különbség általában mindig benne van ezekben a szektorantennákban, és ez a MIMO-s rádiók esetén elég nagy problémát okozhat. Elég ez az 1-2 decibel ahhoz, hogy az egyik chainnek a jelszintje egy picit rosszabb legyen, mint a másik, és rögtön nem tud ugyanaz a sebesség elérhető lenni mindkét polarizáción. Ezzel szemben ugye, amit említettem, a szimmetrikus hornantennáknál
Nincs ilyen különbség. Ugyanaz a nyeresség tapasztalható mind a két polarizáció esetén. A legnagyobb különbség mégis talán az oldalnyalábokban van. Ezen a szép kis demonstráción, ugye a bal oldalon látható egy, hát egy ismert gyártónak az antennája, illetve annak a sugárzási képe, a jobb oldalon pedig az RF elemeznek a 30 fokos szimmetrikus holdantennájának a képe. Hát látható az az óriási különbség, hogy ugye hiába van ez a baloldali antenna 120 fokos antennaként definiálva, vagy árulva, látszik az, hogy bőven a 120 fokon kívül is van sugárzás, sőt, az oldalnyalábok mellett még ugye hátrafelé is sugároz maga az antenna. Ez ugye két dolog miatt nem szerencsés. Egyrészt azért, mert zavarjuk a mellettünk lévő másik antennát, ami, hogyha a mi antennánk, az még sokkal jobban is fáj, mint hogyha a konkurensét zavarnánk. A másik probléma ezzel az, hogy ahol az antenna sugároz, onnan az antenna a vetjeleket erősíti is. Tehát ugyanúgy, ahogy ez a sugárzás kifelé működik, ugyanúgy a vetjeleket is erősíti oldalirányból és hátulról is. Ezzel szemben a hornantennák a gyártás technológiát, vagy az antenna technológiából következően nem rendelkeznek semmiféle oldalnyalábbal, és a hátrafelé sugárzásuk is nagyon minimális. Látszik a szép ábrából, hogy ebből a tölcsérből, ahogy kimennek a hullámok, ott megvan ez a 30 fokos nyílásszög, pontosan abba az irányba sugároz az antenna, amerre irányítva van, se oldalra, se hátulra nem sugároz, és ugyanek ezekből az irányokból, tehát oldalról és hátulról nem is erősíti vissza a vetjeleket. Ennek ugye az a következménye, hogy interferenciás környezetben sokkal jobban tud teljesíteni, mint a hagyományos szektor antennák. Ha összehasonlítjuk ugyanezt az antennát, ugyanennek a gyártónak egy precíziós antennájával, ami ugye 45 fokosra van kitalálva, látszik, hogy ez már tényleg egy jobb minőségű szektor antenna, látszik, hogy nincsenek akkora oldalnyalábok, illetve nincsen olyan hátrafelé sugárzás, mint az előző, úgymond normál szektorantennánál, de mégis látszik, hogy az oldal sugárzása van, illetve ha jobban megnézzük az ábrát, az is látszik, hogy ez a 45 fok, ez egy picit balra van elmozdulva. Tehát, hogyha én felrakom ezt az antennát a kis tornyomra, beállítom pontosan abba az irányba, amelyre én gondolom, hogy a klienseim lesznek. Attól, hogy az antenna hát a gyártásból kifolyólag egy picit el van ferdülve, hogyha úgy tetszik, nem oda fog sugározni, ahová én szeretném. A következő példa az pedig egy viszonylag kis nyílásszögű panelantenna, ehhez képest is látszik a különbség, hogy ugyanennek a nyílásszöge nagyon hasonló az RF elemeznek a 30 fokos antennájához, de mégis látszik az, hogy abszolút nem abba az irányba sugároz, amerre én szeretném. Én csak azt szeretném, hogyha abba a 30 fokba sugároznak, ez az antenna pedig hát szinte ugyanannyit sugároz körbe-körbe maga köré, mint amennyit előrefelé a meghatározott 24 fokába. És a következő kis demonstrációból az is kiderül, hogy a való világban hogyan néz ki ez. A való világban, ha telepítek valahova egy hagyományos szektorantennát, jó nagy nyereséggel, például egy ilyen 20 dB is szektorantennát, akkor annak elég nagy távolságban elérhető lesz a jele. Az ábrában ugye a kis zöld paca jelzi azt a területet, ahová a klienseimet feltehetem. Ezen a távolságon belül megfelelő lesz a jelszintem. Ezzel szemben ugye a jobb oldalon látható, hogy a szimmetrikus hornantennának, mivel
jóval kisebb a nyeressége, ugye ez csak 10 dB-i, a másik oldalon lévő 20 dB-s antennával szemben, nyilván jóval kisebb területet lehet lefedni. És ami viszont sokkal riasztóbb, az a másik piros színű paca az antennák körül. Mit jelent ez a piros szín? Ez a piros szín, ez azt jelzi, hogy mekkora területen teszem gyakorlatilag használhatatlanná azt a frekvenciát, amit ez a rádió használ. Ugye ez egy dolog, hogy én mekkora távolságot tudok lefedni, hova tudok klienseket feltelepíteni, de a rádiós teljesítmény tovább fog ezen menni. Lehet, hogy ott már nem lesz megfelelő jelszint, mondjuk csak egy mínusz 80-as jelszint lesz ezen a nagyobb távolságon elérhető, de ott lesz. Ott lesz ez a jel, és hogyha nekem van ott azon a területen egy másik bázisom, akkor ott ez erős interferenciaként fog jelentkezni, és gyakorlatilag ott sem fogom tudni használni ezt a frekvenciát. De a mai világban ez elég erős probléma, hogy nincsenek szabad csatornák, nincs rendelkezésre álló szabad frekvencia, úgyhogy szeretnénk megpróbálni egy picit spórolni ezekkel a frekvenciákkal, ezért próbálunk egy picit kisebb területen pazarolni. Ha ezt még pluszban megerősítem azzal, hogy egy nagyobb teljesítményű rádiót teszek rá, egy 29 dB-n kívülő teljesítményű rádiót, akkor látszik, hogy gyakorlatilag hosszú-hosszú, akár 40-50 kilométeres távolságra el fogom szórni a jelenet. Egyszerűen nincs értelme. A mai világban szerintem nem ez a megfelelő hozzáállás, inkább az a megfelelő hozzáállás, hogy próbáljuk valahogy visszaszorítani azt a kimenő teljesítményt egy olyan szintre, ami pontosan akkora területet fed le, amekkorát én szeretnék. Tehát, hogyha én csak 10 kilométeres körzetbe szeretnék szolgáltatni, nem szeretném tönkretenni ezt a frekvenciát, úgymond, hosszú-hosszú kilométereken keresztül, akkor vissza fogom venni a kimenő teljesítményt, hogy csak ez a terület legyen lefedve. De a hagyományos szeptor antennáknál látjuk ezt a kis különbséget a horn antennához képest. A szektor antenna karakterisztikájából következik az, hogy sokkal nagyobb területen fogja tönkretenni, úgymond ezt a frekvenciát, sokkal nagyobb területet fog besugározni akaratlanul. Nem szeretnék én az antenna mögé klienseket telepíteni, nem szeretnék oda sugározni, nem szeretnék a 120 fokomon kívülre sugározni, de mégis muszáj vagyok, mert egyszerűen ilyen az antenna karakterisztikán. Ezt tudom elkerülni, például a horn antennával. A horn antenna esetén nem fogok fölöslegesen olyan helyekre sugározni, ahol nem szeretném. Összesen 7 féle ilyen horn antenna érhető el az RF Elements-nél, 30 és 90 fok között 10 fokos ugrásokkal, mind-mind ugye azt jelenti, mind-mind szimmetrikusan értendő, ugye horizontális és vertikális metszet alapján is 30, 40, 50, 60, 70, 80 vagy 90 fokos nyílásszöge van ezeknek az antennáknak. Ez azt biztosítja, hogy nagyon rugalmasan, nagyon jól skálázhatóan tudom felépíteni a bázisaimat. Hogyha arra van szükségem, hogy nagyobb területet fedjek le, akkor használhatok 90 fokos horn antennákat. Hogyha arra van szükségem, hogy csak egy adott irányba sugározzak, minél szűkebben, de viszonylag nagyobb távolságra, akkor használhatok 30 fokos horn antennákat. Illetve hát a kettő között nyilván annak megfelelően, hogy éppen mekkora területet szeretnék lefedni. Hogyha csak a falu mellett lévő iparterületet szeretném lefedni, ami belefér egy 40 fokos szektorba, akkor pontosan egy 40 fokos szektort tudok oda tenni. Pontosan arra a területre fókuszálva, amit én szeretnék. Illetve, hogyha túl nagy a populáció az egyik 90 fokos szektoron belül, akkor ezt gond nélkül fel tudom bontani kisebbekre.
akár több kisebb szektorantennával tudom helyettesíteni az egy 90 fokos szektoromat, ezzel biztosítva azt, hogy egy AP ne legyen túlterhelve, inkább felteszek több AP-t, hogy a megfelelő kapacitás elérhető legyen minden egyes AP-nál, minden egyes kliensnél. Tehát ezek a különböző típusok garantálják nekem, hogy a tökéletes lefedettséget tudjam biztosítani. És ugye látszik, hogy nagyon szépen egymás mellé tehetőek ezek a minták, ugye nincsen oldalra sugárzás, nincsenek melléknyalábok, nyugodtan egymás mellé tehetek két szektort, amiknek minimális átfedéssel le tudják fedni az egymás mellett lévő területeket. Egy másik előny a méret. Ha megnézzük, ugyanaz a szektorantenna negyed akkora helyet igényel, hogyha hornantennáról van szó, mint hogyha a hagyományos szektorantennáról. Ez ugye azt is jelenti, hogy ahol esetleg hely alapján kérnek bérleti díjat, sokkal kevesebb befektetéssel, sokkal kevesebb havi díjjal kell számolni, illetve ahol korlátozott a hely, ott sokkal több antennát tudok felrakni ugyanakkora póznára. Maga az antennának az anyaga, illetve a felhasznált anyagok nagyon robosztussá és tartóssá teszi ezeket az antennákat. Ami műanyag alkatrész, az mind UV-álló műanyagból készül, a legtöbb alkatrésze az pedig alumíniumból. Ahogy látjuk, az egész antenna test alumíniumból van, a tartó szerkezet alumíniumból van, a csavarok azok nyilván azért rostamentes acélban, hogy a terhelést bírják, de gyakorlatilag minden olyan alkatrész teljesen időjárás álló és korrózió álló, amit tartalmaz az eszköz. Ez azt jelenti, hogy nincs probléma abból, hogyha valamilyen karcolás történik magán az antennán. Nem arról van szó, hogy egy festék védi, bármilyen karcolás esetén semmi gond, nem fog korrodálni az eszköz, alumíniumból van, tehát nincs probléma. A következő példák azok abszolút nem javasoltak, nem azért kerültek ide, csak egy picit abban próbálnak segíteni, hogy mit lehetne megvalósítani ezekkel az eszközökkel. Nem célunk ez, ez ugyanolyan, mint az Ubiquiti-nek a 250 kilométeres linkjei. Nyilván nem arról van szó, hogy ez egy normális működés, de lehetőség van rá, például 25 kilométeres linket megvalósítani, ahol az egyik oldalon egy 30 fokos szimmetrikus hornantenna van, a túloldalán pedig egy 31 dB is rocket dish. Vagy 23 kilométeres linket 60 fokos szimmetrikus hornal, szintén rocket dish-sel megvalósítani. Még egyszer, ez inkább ilyen érdekességek, nem javasolt ennek az alkalmazása, de megtehető. Egy másik nagyon érdekes felhasználása ezeknek a hornantennáknak, szintén a sugárzásából adódóan, olyan környezetben, ahol az ábrán láthatóan egy dombos, hegyes környéken szeretnénk lefedni az egész falut, ami a völgyben van, illetve a szemben lévő domb oldalon. Hagyományos szektorantenna esetén, hogyha a dombtetőre telepítem ezt a szektorantennát, mivel a függőleges irányú nyílásszöge elég alacsony, nem tudom egyszerre a völgyben lévő házakat, illetve a domb oldalon lévő házakat is lefedni, hiszen ahhoz túl kicsi a nyílásszög, vagy több antennát kell felraknom, vagy pedig nem lesz megfelelő jelszint a két végén. Ezzel szemben szimmetrikus hornantenna használatával, egy antennával le lehet fedni gyakorlatilag az egész völgyet, és az elejétől a végéig mindenhol lesz megfelelő jelszint. Összefoglalásképpen, hogy mikor érdemes használni. Nem mondom azt, hogy minden esetben a hornantenna a legjobb megoldás, de vannak olyan tipikus felhasználások, ahol nagyon jó megoldás a hornantenna. Hát az első, hát magas interferencia szint. Hát igen, erre mondanátok azt, hogy gyakorlatilag már mindenhol magas.
magas interferencia szint van. Igen, sajnos ez egy létező probléma. Erre megoldást nyújtanak ezek a Horn antennák. Ahogy az elején is elmondtam, illetve látszottak az animációból is, nincs oldalirányú sugárzása, nincs hátrafelé irányú sugárzása, tehát ő maga sem sugároz ebben az irányban, illetve ezzel párhuzamosan nem erősíti az oldalról, illetve hátulról jövő zavarokat. Tehát sokkal tisztább jelszintet lehet elérni ezekkel a Horn antennákkal, nem erősítik a zajt, és nem is sugároznak abba az irányba, amerre én nem szeretném. Ebben az esetben ez egy nagyon jó megoldás. A következő, hogyha szűk szektorokat szeretnék létrehozni. Túl nagy a kliensek sűrűsége. Hagyományos szektorantennából talán a 60 fok, vagy a 45 fok az a legszűkebb szektorantenna, amit a piacon találni, de általában a szektorantennáknak a nagy része az ilyen 90-120 fok között van. Gyakorlatilag nem is nagyon létezik rá más megoldás, 30 foktól kezdődnek ugye a szimmetrikus Horn antennák, tehát ezekkel sokkal jobban lehet fókuszálni, sokkal jobban lehet kisebb szektorokat megvalósítani, mint a hagyományos szektorantennákkal. Ugyanígy tartozik ugye a túlterhelt szektoroknak a szétbontása. Van egy 90 fokos szektorom, sok kliensem van már rajta, egyszerűen nem bírja el egy API ezt a klienszámot, nem tudom a megfelelő sávszélességet biztosítani nekik. Ebben az esetben szintén ugye tudom használni a Horn antennákat, inkább szétbontom több kisebbre, akár 3-30 fokosra, és ezzel biztosítom azt, hogy megfelelő kapacitást tudjak biztosítani a kliensek számára. A következő, ugye, amit az előbb említettem, ez a hegyes, dombos, völgyes probléma, amit szintén nagyon nehézkes megoldani a hagyományos szektorantennával, sokkal jobb megoldás erre egy Horn antenna. Ami az elején volt, ugye a null zónának a sokkal kisebb null zóna a szektorantennákhoz képest, hogyha ugye az AP-hez közeli felhasználóim vannak, akkor ez az előny nagyon jól kihasználható a Horn antennák esetén. Korlátozott hely a tornyokon. Hát igen, ahogy említettem, körülbelül negyed akkora helyet foglal egy ilyen Horn antenna, tehát sokkal kisebb hely szükséges, és a kisebb méretből kifolyólag sokkal kisebb a szélterhelése, tehát ebben az esetben, ha ilyen problémák vannak, akkor szintén egy nagyon jó megoldás a Horn antenna. Még egyszer egy kis összefoglaló a különböző típusokról, ezeknek a nyereség, illetve front-back ratio értékeiről. Természetesen minden megtalálható a gyártó honlapján, nem csak ezek az értékek, hanem sokkal részletesebb táblázatok érhetők el. Amúgy az RF Elements-nek a 30 fokos antennájánál a 30 fok, az a mínusz 6 decibeles vonalat jelenti. Néhány gyártó mínusz 3 decibelre skálázni, néhány gyártó mínusz 6-ra, itt a mínusz 6 decibel az érvényes. Az árak tekintetében itt lista árakról beszéltünk, ami dollárban van itt megadva. Látszik, hogy nem egy olyan csillagászati összeg, nincs is túl nagy különbség az egyes típusok között, tehát úgymond jóvételnek számít. A pontos árakról nyilván tudtok nálunk a saját webshopunkban információt kapni, mindenkinek a webshopban elérhető a megfelelő ár. Hogyan kapcsolunk rádiót ezekhez az antennákhoz? Ezek a Horn antennák az RF Elements-nek a saját Twistport csatlakozójával rendelkeznek. Ezt a Twistport csatlakozást az RF Elements azért találta ki, hogy próbálta bevezetni ezt a csőtávfonalas megoldást a alsó kategóriás 5 GHz-es rádiók esetén is. Tehát ez egy csőtávfonalas megtáplálást jelent. Ez a Twistport konnektor, ez egy nagyon könnyen kezelhető, nagyon kényelmes csatlakozási lehetőség az antennához. Tehát nincsenek antenna csatlakozók, nincsenek antenna kábelek, közvetlenül ezen a Twistport csatlakozón keresztül, csőtápvonalon keresztül lehet a jelet az antennába juttatni. Hogyan működik?
Maga a szerelés, maga az antenna csatlakoztatása a rádióhoz nagyon egyszerű. A feljegyzés gyakorlatilag annyiból áll, hogy be kell pattintani ebbe a műanyag részbe, elfordítani, és kész is van a csatlakozás. És az oldása is annyiból áll, hogy ezt a kis körben lévő karikát kell elfordítani az oldáshoz, és utána levehető a rádió. Tehát maga az antenna a helyén marad, akkor is, hogyha rádiót akarok cserélni rajta, akár platformok között is tudok rádiót váltani anélkül, hogy az antennát kicserélném. Tehát ugyanaz az antenna használható Ubiquiti, Mikrotik, vagy akár Cambium EPMP rádiókkal is, nincsen ilyen kompatibilitási probléma, nyugodtan lehet váltani ugyanazzal az antennával, még az antennát állítanom sem kell a csere esetén. És amint említettem, a cél ezzel a Twistport csatlakozóval az volt, hogy ne legyen veszteség. Gyakorlatilag próbálták a rádiót közvetlenül összekötni az antennával, még egyszer egy ilyen csőtávvonalas megoldás szerűen. Nincsenek antennakábelek, nincsenek RF csatlakozók, nincsen veszteség, közvetlenül juttatom a jelet magába az antennába. Hát ez volt az eredeti tervük, és az volt az eredeti tervük, hogy ilyen rádiót is fognak gyártani, és ígéretük szerint fognak is gyártani. De amíg nincsen kész a saját rádiójuk, addig is elérhetőek a különböző Twistport adapterek. Ezek az adapterek különböző populáris gyártóknak a modelljeihez rendelkezésre állnak természetesen. Tipikusan ugye konnektoros rádiókat lehet ezekbe az adapterekbe be, és ezzel tudjuk csatlakoztatni akár a horn antennákhoz. Ezek az adapterek nagyon egyszerűen működnek, nagyon kényelmes a használatuk, gyakorlatilag mindent lehet csatlakoztatni abszolút szerszám nélkül. Tehát magát a rádiót egyszerűen egy ilyen határozott mozdulattal bele kell nyomni ebbe az adapterbe, és létrejön a csatlakozás az antenna csatlakozónál. Az oldása szintén nagyon egyszerűen annak a kis kiálló gombnak a megnyomásával lehetséges, és ezzel lehet eltávolítani a rádiót magából az adapterből. És mint ahogy láttuk, az adapter pedig az antennához szintén szerszám nélkül egy egyszerű mozdulattal lehet csatlakoztatni. Tehát gyakorlatilag egy tornyon fent, akár félkézzel elvégezhető egy rádiónak a cseréje, vagy éppen installálása. Kezdjük először a Ubiquiti termékekkel, talán ezek az egyik legnépszerűbb rádiók a piacon. Természetesen szinte, sőt az összes Rockethez létezik ilyen Twistport adapter. A jó öreg M5-öshöz, illetve a Rocket 5 AC Lite-hoz kétféle verzióban is létezik. Létezik egy sima adapter árnyékolás nélkül, illetve ezekhez létezik egy külön árnyékolt változat, ugye, amit már ismerünk talán az RF Elements termékkínálatában, a Rocket Shield-hez hasonlóan egy fémborításba is betehetjük a Rocket M5-öt vagy az 5 AC Lite-ot, és ezzel magának a rádió árnyékolása is megtörténik. Az 5 AC PTP, PTMP, illetve az 5 AC Prism esetén nincsen szükség ilyen árnyékolásra, ott maguk a rádiók már rendesen vannak árnyékolva. Tehát gyakorlatilag bármilyen rocketet lehet csatlakoztatni, akár ezekhez a horn antennákhoz. Maga az adapter körülbelül ilyen $30 körüli összegnek kerül. Hasonlóan elérhető a Cambium Networks-nek az EPMP 1000-es sorozatához ugyanez az adapter, ugyanúgy az összes konnektoros rádióhoz ugyanaz az adapter megfelelő, ugye ezek az adapterek, mivel a rádiók ugyanolyan kialakításúak, nincs különbség közötte, az Ubiquiti eszközöknél ugye, ami Rocketnek kicsit más már az alakja, ahhoz külön másik adapter kell. És EPMP 1000 esetén, mivel minden rádió ugyanúgy néz ki, a szinkronizált, tehát a GPS-es AP-hoz, a konnektoros klienshez, illetve a Lite AP-hoz is ugyanaz az adapter szükséges. Egy picit más
a helyzet a mikrotik rádiók esetén. Mikrotik rádiók esetén ezek az adapterek, ezek kártyákat fogadnak. Tehát nem a baseboxot, netboxot, stb., hanem 9.11, 9.21, illetve a régi akár 4.11, 7.11-es rádiós bordokat lehet belehelyezni ezekbe az adapterekbe. Ezek között különbség van árnyékolt és nem árnyékolt adapter között. Kívülről ugyanúgy néz ki mind a kettő, belülről van egy fémes árnyékolás az árnyékolt adapter esetén. Tehát ezekbe belülre kell behelyezni magát a bordot, hasonló, mint az RF Elements-nek a kültéri doboza, be kell tenni a bordot. Az antenna csatlakozás benne van ugye az eszközben, és visszahelyezve a bordot, tudjuk az adaptert felhelyezni magára az antennára. Ami egy picit újdonság, az viszont az új Symmetrical Horn CC család. Itt a CC a Carrier Class-ra utal. Gyakorlatilag, ha bármilyen más rádiónk van, amihez nincsen ilyen adapter, még nem gyártott a gyártó, például ugye nagyobb rádiók esetén, League of Wave-nél, vagy éppen a Mikrotiknek a dobozos netboxainál, nincsen nagyon lehetőség rá, hogy ilyen adaptert csináljanak, ezért lehetőséget adnak ezeknek a rádióknak a felhasználóinak is, ezzel a konnektoros kivitellel. Ugye itt gyakorlatilag csak annyiról van szó, hogy két N-es, N-ajzatos kivezetés van magán az antennán, erre bármilyen rádió ráköthető, mérettől, típustól függetlenül, és ezzel létrejött úgymond egy ilyen univerzális megoldás, amit bármilyen rádióval lehet használni innentől kezdve ezeket a Horn antennákat. No, hát zárásként még egy-két információ. Ugye a RF Elements-nek van saját YouTube-os csatornája is, itt meg lehet nézni a különböző visszajelzéseket, hogy különböző felhasználóknak milyen tapasztalatai voltak, milyen jó tapasztalatai voltak természetesen az RF Elements-nek a termékeivel, és például a Horn antennáival kapcsolatban. Itt lehet videókat nézegetni, illetve van egy rfllab.com weboldal, ami az RF Elements-nek a közösségi oldala, hogyha úgy tetszik. Itt különböző témákat lehet felvetni, különböző témákhoz lehet hozzászólni, illetve kérdéseket lehet feltenni, akár az RF Elements-nek a kollégáihoz, dolgozóihoz, mérnökeihez, akik szívesen állnak rendelkezésre, és válaszolnak minden kérdésre, hogyha tudnak természetesen. Illetve nyilván az RF Elements ott van minden fontos közösségi oldalon, Facebookon, Google-on, LinkedIn-en, gyakorlatilag mindenhol elérhetőek, hogyha bárhol szeretnétek felvenni velük a kapcsolatot. A magyarországi disztribútor, az ugye az Access Point Kft., minket is nyugodtan kereshettek bármilyen kérdéssel kapcsolatban, legyen ez akár műszaki vagy kereskedelmi, nyugodtan keressetek minket, és hát remélhetőleg vásároltok is tőlünk, nagyon szívesen várunk mindenkit. Én a magam részéről befejeztem a mondandómat, hogyha bármi kérdés van, akkor nyugodtan tegyétek fel. Közben, ha jól látom, jött is valami kérdés. Miért nem gyártottak az elmúlt 10 évben ebben a frekvencia tartományban Horn antennákat? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Közben jött egy kérdés, jött egy válasz is rá az RF Elements-től. Egyszerűen azért nem, mert nem látták benne a potenciált, nem látták benne a lehetőséget, hogy ennek a gyártásával, illetve értékesítésével be lehetne törni a piacra. Az RF Elements kidolgozott egy olyan gyártástechnológiát, amivel le tudta vinni annyira ennek a gyártás árát,
hogy megérje gyártani ezeket, illetve olyan olyan áron lehessen a gyártást elvégezni, hogy alternatívája legyen a klasszikus, tradicionális szektorantennáknak. Valakinek van esetleg még valami kérdése? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha minden jól megy, akkor ez a webinár ez a későbbiekben elérhető lesz offline verzióban is, tehát hogyha valaki esetleg nem tudott most itt jelen lenni, akkor vissza tudja majd nézni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet és a jelenlétet. Ígéretünkhöz híven a jelenlévőknek el fogjuk juttatni majd azt a kis ajándékcsomagot, amit az RF Elements felajánlott a résztvevőknek. Őszintén vagyok, én sem tudom pontosan, hogy mi lesz a csomagban, de biztosan örülni fogtok neki. Illetve remélhetőleg a jövőben lesznek még további ilyen webinárok is, akár RF Elements témakörben, akár más témakörben. Ezzel kapcsolatban előre bocsátom, hogyha bárkinek esetleg valami olyan ötlete, olyan tapasztalata van, amit szeretne megosztani akár, akkor nyugodtan jelentkezzen, és szívesen várunk hozzászólókat a következő webinárunkhoz is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, szervusztok!